Ez az első világkupa márciusban. Idén lesz még több világkupánk, 40-es versenyek, illetve Európa-bajnokság, tehát idén az a fő esemény. Egyedül az Európa-bajnokságról lehet bejutni direktbe az olimpiára, illetve kvótát szerezni. Az EGRI verseny mindig egy nagyon fontos hazai verseny, nekünk ez presztízs is, nem csak az, hogy milyen eredmények vannak, és természetesen egy 20-as faktorú verseny, amit teljesíteni kell a többi versennyel együtt, mert idén egy 100-150 kreditet össze kell gyűjteni a versenyzőinknek, akiknek esélyük lesz kijutni esetleg Rióba, illetve kvótát szerezni. Sikerült a második helyen végeznem. Ennek lehetne örülni is, de azért annyira nem örülök ennek. Tavaly is második lettem, és most szerettem volna mindenképp javítani egy pozíciót, amit lehet. Nem így jött össze, azt hiszem, hogy kézbe tartottam a meccset, de valahogy végén mindig a végjátéknál kicsúszott a kezemből, és ezért nem sikerült itt nyernem most. Kik fogjuk elemezni a mai játékot is? Azt hiszem, hogy többet kell játszanom olyan stílusú játékosok ellen, mint a mostani japán ellenfelem volt. Fonákon egy szemcsével játszott, és nagyon ritkán játszok hasonló stílusú játékosokkal. Olyan szisztéma van, hogyha egy mögöttem lévőtől kikapok a világranglistán, akkor vesztek pontot. És hiába van most második helyem egyéniben, így is biztos, hogy buktam pontot. Sajnos ez az új szisztéma sokszor visszás és visszaüt, úgyhogy remélem majd Olaszországban javítok ezen. Egy ottani második hely azért bőven felülmúlná mostani pontszerzést. Sajnos nekem az egyéni nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, mert szerettem volna egy dobogós helyezést, de a négy közé jutásért kikaptam. Csapatmeccs, pont most volt az első csapatmeccsünk, ezt is sajnos 3-0-ra elvesztettük, de még ma lesz a következő. Az én kategóriámban most elég sok új játékos jött be, azt hiszem 4 is, és hát elég jól játszanak, tehát elég erős lett így a mezőny. Egyéniben harmadik lettem, negyedik kiemelt voltam a versenyen, szóval azt gondolom, hogy én is szerettem volna egy dobogós helyezést. Ez szerencsére összejött, sajnos a döntőbe jutásért kikaptam 3-1-re, az a norvég lány vert meg, aki végül megnyerte a versenyt. Remélem legközelebb felém billen a mérleg. Mivel ez az év első nemzetközi versenye, ezért mindig ide hozzák az újakat kategorizálni, ami elég nehéz. Számomra jól sikerült, ugye tegnap minden meccset megnyertem, ma döntőbe jutásért kaptam ki. Igazából az kiki meccs volt, ugye 1-1-9-9 volt ott, egyet hibáztam, aztán végül is 10-10, de utána ő csinált, volt egy szerencsés poén, amit megcsinált, és akkor így 2-1 lett, utána megnyerte a meccset, de szerintem jó volt az edzőm, azt mondta, hogy jól játszottam. Ismerem a játékosoknak a 90%-át, 95%-át, ugye az újakat nem ismerem, szóval tudtam, hogy ki fog jönni, hogy kell készülni, ugye volt direkt, amikor szemcsőjén készültünk, rövid, hosszú szemcső, meg ugye vannak különböző borítások, és hát ugye így készültünk, szóval szerintem a felkészülés jól sikerült, nem volt sérülés, nem volt influenza, vagy ilyesmi. Egyéniben úgy terveztem, hogy a négybe szeretnék bejutni,
nem sikerült, de az 5-8 sem rossz. Tehát nem azt mondom, hogy elégedett vagyok vele, de el kell ismerni, hogy a négy legjobb jutott a négybe. Tehát most ezen a versenyen az a négy jutott be, aki tényleg a legjobb formában volt. Így az 5-8-al azt mondom, hogy elégedett vagyok. Hát a csapatgyőzelem az meg őszintén megmondom, az elvárható volt a csapattól, mert hát mi voltunk az első kiemeltek, meg nekünk volt a legtöbb ranglista pontunk. Tehát itt nem szabadott volna egyikünknek se veszteni, mert akkor nagyon sok pontot bukunk. Az 53 év azért az már nem kevés, ráadásul ha belevesszük azt, hogy 15 éve mozgássérült vagyok, akkor már duplán érződnek a lábaim, meg a csípőm, meg hát sok minden más problémám is van sajnos, de ezt most ne vegyük oda, de úgy gondolom, hogyha ki tudnék jutni Rióba, akkor az olimpia után befejezném a profi vagy a mozgássérű sportot igazából. Három bronzérmet szereztünk egyéniben, két ezüstérmet, és csapatban két aranyérmet, amiről most tudunk, ugye 8-as kategóriában éppen most nyertünk, az Borai Csonka 2-ös által, és az 1-es kategória, tudomásom szerint a székesek a hotelban nyertek egy aranyérmet, úgyhogy ez az érem mennyiség, ez megfelelő, illetve ez elvárható volt. Darló és Zsófi kategóriájában, a nőknél a 8-as kategóriában változások történtek, a világranglista első helyezettje lekerült 7-es kategóriába, ami azt jelenti, hogy Zsófinak egy helyjel a ranglistán ez előrelépést jelent. Ez mindenféleképpen pozitív. Sok munkája volt az orvosoknak, illetve a technikai klasszifikátoroknak, de azt hiszem, hogy mindenkivel tudtak végezni. Magyar vonatkozású dolog nem volt ezen kívül. Esemény idén az Európa-bajnokság októberben Dániában, ott nagyon sok pontot lehet szerezni, ott már kirajzolódik az, hogy kinek lesz reális esélye kijutni, illetve az évvégi ranglistán, vagy a jövő év elejé ranglista szerint fogják meghatározni, hogy hány kvótásunk lesz. Ha elképzelhető az is, hogy az Európa-bajnokság után, tehát novemberben még szükség lesz versenyre, akkor egy vagy két embernek egy versenyre még el kell indulni ahhoz, hogy biztosítsa a helyét. Ez az év az olimpiai kvalifikáció éve, és itt minden egyes pont számít tényleg. Tehát minden meccs vérre megy, és minden pontért meg kell küzdeni. Azt gondolom, hogy bár ez egy 20-as verseny, ami egyel kisebb súlyú, mint egy 40-es, de hogy minden apró pont és egy lépés az olimpia felé. Nagyon sokan készülhetnek Rióra, de reálisan 3-4 kvóta lehetséges a mostani tudásom szerint, és hát én nagyon-nagyon szeretném, hogyha 4 összejönne, ugye 4 évvel ezelőtt 3 volt, az egy nagyon szép teljesítmény lenne. Most még úgy gondolom, hogy kijutó helyen vagyok. Bízom be, hogy évvégig is megtartom, nagyon nehéz lesz, mert raktak ide egy-két olyan embert most a 9-esből, aki vagy jobb, vagy legalább olyan szintű játékos, mint én. És hát ugye most én így hátrébb csúsztam egy helyen, úgyhogy most éppen vonalon vagyok, úgymond a kijutással, de még kijutó helyen. Na most hát szeretnék előbbre lépni. Rióban? Jó eredményre számítok, én mindig pozitív voltam, és most is az vagyok. Ugye van egy valószínű, hogy lesz egy 8-as csapatunk, ha minden igaz. Valószínű, hogy lesz egy 11-es játékosunk, tehát Pálos Péter. És hát plusz, akkor most már elárultam, a Berecki Dezsőt is szeretném, hogyha kijutna. Olyan eredményre számítok, hogy legalább
két érmet kellene szerezni a magyar csapatnak ahhoz, hogy azt tudjam mondani, hogy igen, ez egy pozitív paralimpia volt.